az Alföld gyöngyszemében élek. Az Alföld gyöngyszemében élek egy éve már, mert szívem ide húzta két gyönyörű szempár. 2012. december havában, vonatról szállva, 21. napjában, mikor egyesek meg a világ végét várták, mindenüket elkótyavetyélték, eladták. 12 óra, 12 perc volt az idő, úgy éreztem számomra, a boldogság eljön. Akkor és ott várt rám az én tündérrózsám, életem értelme, drága kincses violám. Rabul ejtett örökre igaz szerelmével, boldogságot hozó tiszta lelkületével. Bakonyom után az Alföld lett az otthonom, hegy helyett cipőmmel a síkságot koptatom. Egymás mellett élünk, kettesként, hűségesen, becézve simogatjuk egymást sejtelmesen. Mert tudjuk, hogy a mi szerelmünk örökké tart. Túlélt már sok nehézséget és sok zivatart, de mégis megerősödve megyünk előre a boldogságunk megérdemelt szigetére. Az Alföld gyöngyszemében élek egy éve már, mert szívem ide húzta két gyönyörű szempár. Szerelmünk független az időtől, kortalan, nem félünk a jövőtől, ami bizonytalan. Mindketten tudjuk azt, hogy a veszélyt legyőzzük, erős hitünkkel céljainkat is elérjük, egymás kezét fogva, múltunkat nem feledve, sokat szenvedett, hazánkat mégis szeretve, mindig hiszünk az összefogás erejében. Egységes magyar hazánk eljövetelében. Az Alföld gyöngyszemében élek egy éve már, mert szívem idehúzta két gyönyörű szempár.